Egyő című folyóirat tulajdonképpen a 18. évfolyamában lépett, 2002-től jelenik meg. A nevet nem ekkor vette föl, hanem még 1966-67 között számítatként jelent meg az Ungvári Nemzeti Egyetem akkori magyar tanszékén. Az akkor egyetemisták indították el, utána majd ezt betiltották. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a folyóirat a leghosszabb életű folyóirat jelenleg Kárpátalján, mert voltak a két világháború között is, tegyük fel a magyar írás, mely 2-3 évig jelent meg. Majd a szovjet korszakban indult a 6. Sips folyóirat, amely már a rendszerváltás idejében is átment, és hát követte ezt a Páncsip, az Életlen Balett. Ezek a közül a leghosszabb életű volt, a 6. Sip 10 éven keresztül jelent meg, a Életlen Balett 5 év, és kb. Ugyanennyi évig, valamivel többe a másik folyóirat, a Páncsip. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a ezeret forduló előtt és után egy olyan hiány jelent meg, hogy nem volt a Kárpátalján magyar íróknak fóruma. Több, hát inkább anyagi, meg egyéb erkölcsi, politikai okok fogva szűntek meg ezek a folyóiratok. És hát azt lehet mondani, hogy az akkori írók azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy jó lenne egy stabil folyóiratot kialakítani. Hát ebben partnerre találtunk az akkor, meg tehát újjáválasztott Magyarok Kárpátaljai Szövetsége elnöke Vári Fábián László, írócsoport vezetője, továbbá Nagy Zoltán Mihály, Füzesi Magda, illetve többi költőíróket itt most hosszú lenne felsorolni, és az ő támogatásukkal valóban elindult. És hát azóta azt lehet mondani, hogy 2002-ben megkerestük a megyei jogi főosztályt, ahol hivatalosan kértük a regisztrációt, amely sikerült, és azt lehet mondani, hogy 2002 májusában, tehát tavasszán megjelent az első szám. Tehát azóta azt lehet mondani, hogy közel 10 évig, azt lehet mondani, hogy negyedévi folyóiratként szerepelt. Vagy utána a kapacitás bővítés történt, hiszen több szerző jelentkezett, és kevésnek bizonyult az évi 4 szám, és így tértünk át az évi 6 számra. Tehát az azt jelenti, hogy minden második hónapban jelenik meg. Nincs kimondottan klasszikus értelembe vett szerkesztőség, mindenki oda-haza fanatikusan szervezi, szerkeszti a folyóiratot. Azt lehet mondani, hogy az internetet kihasználva, tehát a szerzőkkel való kapcsolat is, azt lehet mondani, hogy elektromos postán keresztül bonyolódik. Az eddigi folyóiratokról elmondható azt, hogy a határon túli folyóiratok közül a legjobb 10 között emlegetik ma is, és gondolom ez lesz az elvek következő időben. Amit sikerült elérni, hogy 2002-től a mai napig megjelenő összes számot feltöltöttük a Kárpátalján Magyar Művelődési Intézet honlapjára, ahol visszamenőleg minden szám letölthető, olvasható, és hát annak is örülünk, hogy szerződést kötöttünk a Széchenyi könyvtára, és a Széchenyi könyvtár elektronikus könyvtára szintén átvette a folyóiratot, tehát most már azt lehet mondani, hogy mindegy, hogy ha valaki New Yorkba, vagy Budapesten, vagy Kolozsváron, vagy Prágában, vagy bárhol van, az interneten lehívható, illetve frissen tanulmányozható, és hát a kapcsolattartásnak ez egy nagyon fontos formája, hiszen a fiatalság, tehát a fiatal írók nagy többsége már nem is nagyon igényli a papír alapú folyóiratnak a megjelenését, hiszen egyre több online jellegű kiadvány, fórum lát napvilágot.